Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és soha kétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Kiszenvedésed emlékét hagytad ránk.
Hadd kérünk tested és éred szentitkát úgy tisztelünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezünk. Aki élsz és uralkodol szent lélek kerecsében, Isten örökké. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, és belépett abba, a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be, egyszer s mindenkorra a szentélybe, s örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üszőhamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket, ahol cselekedetekből Krisztus vére. Ő az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. Ez az Isten igéje. Kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust, mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát. Erre elküldte a tanítványokat ezekkel a szavakkal, menjetek a városba, találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz, kövessétek őt aztán, ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezteti, hogy hol van a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágos emeleti termet, ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt, ez az én vérem a szövetségé, mely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többi a szőlő terméséből, addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután zsoltát énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, szép ünnepünk és nagy ünnepünk van. Onnan is látható, hogy napokkal ezelőtt százak, nem tévedtem, százak, tehát több száz ember, asszony, gyermek készült a mai napra, hogy ez a mai nap, ez a mai ünnep páratlan szép legyen a názáreti Jézusnak. Úrnapját ünneplünk. Aki meghallja ezt a szót, évtizedes emlékek indulnak meg, körmenetről, virágokról, sátorról, embereknek a sokaságáról. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig, így ígérte meg Jézus apostolainak a mennybe menetele előtt. Az ígérete megvalósult, amikor itt maradt közöttünk az oltári szentségben. Tehát aki Jézussal találkozni akar, szeretne, annyira szereti őt, eljön a templomba, becsületes, szép Szent Jónás után, egészen addig áldozhat, amíg nagyobb hibát nem követett el, tehát nagyobb bűnt nem követett el Isten ellen, vagy az emberek ellen. Jézus jelenlétének újjong a hívő sereg úrnapján, amikor diadal jellegű körmenetben visszük az utcára a kenyér színében rejtőző Jézus Krisztust. Négy sátrat állítanak fel a szentség Jézus számára. A lányok és az asszonyok pedig színpompás virágokkal ékesítik a sátrakat, így hódol a természet teremtőjének, mert minden általa és érte teremtetett. Azután a kislányok virágszirmokat hintenek Jézus lába elé az útra, ahogyan a földön jártában köszöntötték Jézust a gyermekek, hozsannát énekelve neki, a hívek pedig lelkesen éneklik majd a szentségi énekeket. Az egyik üdvözlégy oltári szentség, csodálatos szent istenség. És ahogy már megszoktátok tőlem, én egész héten készülök a vasárnapra, erre az ünnepre. Az elmúlt héten három nagyon szép dolog történt, ezt szeretném röviden elmondani. Dabasra költözött egy festőművész fél éve, nem olyan régen. Szeret kerékpározni, hogy megismerje a környéket, körbejárja a vidéket. Megállt a Mária kápolnánknál, és a rácson egy picit nehezen, de be lehet pillantani, be lehet nézni, hogy az bizony csupasz és üres. Egyetlen egy kép, egyetlen egy feszület, egyetlen egy váza nincsen. Ő még nem tudja, vagy nem tudta, mi tudjuk, hogy azért, mert háromszor vagy négyszer is kirabolták és mindent elvittek. Tehát csak akkor viszünk ki képeket, szobrokat, hogyha ott szentmise van, vagy gyermekeknek közösségi ünnep. És néhány nappal ezelőtt egy kedves hívőnkkel együtt ideállított, hogy ezt a gyönyörű kis oltárképet festette a Mária kápolna részére. Aki jön áldozni, vagy később majd megnézhet, itt lesz egy darabig, aztán ajándékba természetesen. Na most egy idegen ember, látván, hogy bajban van, gondokkal küszködik egy közösség. Nem tudja, hogy miért, de a jó szándék benne, és egy több százezer forintra értékült képet kaptunk tőle ajándékba. Az Egy Csepp Öröklét Alapítvány is megjelent az elmúlt héten, ha nem is személyesen, de banki átutaláson keresztül, és a elkészült, jövő héten elkezdődő színes üveg ablakok berakására 750 ezer forintot küldött nekünk át banki átutaláson. Köszönjük az Egy Csepp Öröklét Alapítványnak, és mindazoknak, akik adakoznak oda, hogy szépüljön, épüljön Újhartján. Harmadik pedig két héten keresztül, most az ünnepre való tekintettel nincs kint, bár kint lehetne épp most is, kiraktak egy páratlan szép
oltárterítőt a főoltárra. Zöld, hímzett, nagyon, nagyon sok értéke van. És milyen jó, hogy járnak közénk olyan templomba járók, akik emlékeznek arra, hogy 80 évvel ezelőtt, tehát 80 évvel ezelőtt egy falu vezetője ajándékozott nagyon szép oltárterítő sorozatot. Hát majd a zöld lesz kitéve, kezdődnek a zöld vasárnapok. Köszönjük ezeket a jó szándékú embereket, de nyilván azokat is, akik ma eljöttek erre a szép ünnepre. Elkezdjük a Szentmisének az áldozati részét, és utána elmegyünk a páratlan körmenetünkre. Amen. Hiszek egy Istenben, imádjuk az oltári szentséget. Kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket. Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérjük, szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Add, Urunk, hogy szeretett lakodalomra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, s téged az oltári szentségben, őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát,
melyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt árasz lelkünkbe, ha értünk hontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónod körül álló hatalmas égi szellemek, minden seregek a mennyben, te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen.
üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj békét napjainkban, hogy irgalmadból minden bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához. Jézus az Isten báránya. Thank you.
Krisztus lelke, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséggel örökké való élvezetével, melyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Rövid hirdetések kezdődnek, illetve és utána kezdjük a körmenetet. Köszönet az úrnapi összefogásért. Következő vasárnaptól, tehát ma még lesz 6 órakor szentmise, következő vasárnap már elmarad, szabadságok, gyermekek világgá mennek és egyéb dolgok miatt. Szerdán Szent Antal ünnepe, pénteken pedig Jézus szíve ünnepe. Az úrnapi körmenetünk új rendje szerint a rendőrség és a közúti igazgatóság olyan igazolást, engedélyt adott nekünk, hogy csak a jobb oldali haladó sávot használhatjuk. Tehát jobbra tartás a körmenet alatt, nem lehet elfoglalni az egész utat. Különben itt vannak 4 vagy 6 a davasi rendőrségtől is. Ők is fognak segíteni ebben. Thank you.
régen nem volt egy hidoktól. Itt a hidoktól, itt a Krisztus királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak. Vegyétek és egyétek, ez az én testem! Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal adta neki. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, melyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Gabona javával táplálta őket, alleluja! És a sziklából mézzel elégítette ki őket, alleluja! Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, aki azt akart, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon, add kegyelmedet, úgy tiszteljük a földön, hogy a boldog színelátásra eljussunk az égben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Két-három mondat erejéig Jézus emléket hagyott közöttünk, kenyér és a bor testébe, amely olyan emlék, hogy a világ végéig velünk marad, és aki szeretné, akar vele találkozni, az a templomban a Szent Ostya és a Szent Vér színe alatt találkozhat. Az első állomásnál nem illik igazában mérleget vonni, de úgy veszem észre, többiek is majd később ellenőrizzék velem együtt, hogy tavaly előtthöz képest kétszer-háromszor annyi virág, zöld, meg egyéb dolog van. Nagyon köszönjük mindazoknak elejétől végéig, akik ilyen áldozatos munkával az elmúlt napokban is ma hajnaltól kezdve. Ezt adtuk Jézusnak, hiszen tudjuk, sokszor halljuk, nem elégszer köszönjük meg, hogy mindent tőle kaptunk. Tehát akkor kell érdemes annál. Thank you.
Krisztus királyt, Urunkat, aki a Szent Misében érettünk, feláldozza magát. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus a következőt mondta. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán vérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messzire. Amikor eljött az ideje, küldött egy szolgát szőlőmunkásokhoz, hogy beszedje tőlük a szőlő terméséből nekijáró részt. Azok nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Küldött egy másik szolgát, annak betörték a fejét, és gyalázatokkal halmozták el. Küldött egy harmadikat is, azt is megölték. Küldött aztán még többet. Azok közül néhányat elvertek, másikat pedig megöltek. Ezután már csak egyetlen kedves fia maradt. Őt küldte utoljára hozzájuk, mert azt gondolta, fiamat csak becsülni fogják. Szőlőmunkások azonban így biztatták egymást. Itt az örökös, rajta öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Neki estek, megölték, kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőmunkásokat, és a szőlőt pedig másoknak adja. Nem olvastátok az írást? A kő, amit az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úr művelte ezeket. Szemünk előtt csodálatos, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, mi is mindannyian szőlőmunkások vagyunk. Gyönyörködünk az első áldozókba, gyönyörködünk azokba, akik megkeresztelkednek. Gyönyörködünk mennyasszonyokba, vőlegényekbe, és mi lesz belőlük? Az előbb olvastam a könyvből. Egyesek szeretnék megölni, meggyilkolni Krisztust. Szépen kérem, meg nem csak én, mások is, mi ne legyünk Krisztus gyilkosok. Könyörögjünk, árazd el szívünket mindenható Isten kegyelmet bőségével, s engedj bíznunk abban, hogy szent fiat földi halála által, amire a titokzatos szentség emlékeztet, megadod az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Első áldozók indulnak. Thank you.
Krisztus királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta, én vagyok az élet kenyere, atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Kenyér, melyet adni fogok az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül? Jézus megerősítette, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s én föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel, s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, s én ő benne, amint engem küldött az élő atya, s én az atya által élek, úgy aki engem eszik, én általam él. Itt a mennyből alászállott kenyér, ez nem olyan, mint a manna, melyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja! Angyalok kenyerét ette az ember, alleluja! Kedves testvérek, mondhatnátok, ha bejövünk a templomba, vagy elkezdődik, vagy halad egy úrnapi körmenet, a pap és a szentélyás mindig ezt veszi elő, ha eszitek az én testemet és isszátok az én véremet, örök életetek lesz, ha nem, nem lesz. Rosszat nem kívánok senkinek, de ki lehet próbálni mind a kettőt. És nagyon jól tudjuk, hogy a lelki emberek, illetve a fizikai erőnk is, akkor van igazában a legmagasabb ponton, hogyha a lelkünk is vannak a családban, rokonok között, ismerősök között, olyanok, akikkel megérthetjük magunkat. Nagyon sokszor nincs, de Jézus mindig úton, útfélen, körmeneten, templomba, otthon, munkahelyen velünk van. Könyörögjünk, add meg, Urunk, nekünk, hogy egykor részesüljünk Istenséggel örök bírásában, mely drága szentested és véred mostani vétele is jelképez. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
Krisztus királyt, Urunkat, aki az oltári szentségben életünk és vigasztalásunk. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelenkezett. Izaiás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet, és éppen arra ére talált, ahol ez van írva. Az Úr lelke rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött, hogy gyógyítsam a megtört szívűeket. Szabadulást hirdessek a raboknak, és megvilágosodást a vakoknak. Úgy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és bosszújának napját. Azután összetekerte az írást, visszaadta és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor megszólalt, ma beteljesedett az írás, amint az imént hallottatok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Adj kenyeret a földből, alleluja! És borod vidámítsa az ember szívét, alleluja! Kedves gyermekek és kedves testvérek! Az utolsó állomásnál mit is mondhatok, mint köszönet. Köszönet a mennyei atyának, hogy a tegnapi villámcsapásos idő után ilyen jó időt adott, hogy se hideg nincs, se meleg nincsen. Köszönet a szép első áldozóknak, pici gyermekeknek, felnőtteknek, énekeseknek, a zenészeknek, a rendőröknek, akik segítettek nekünk abban. És mindenkinek, akik földészítették, elkészítették ezt a négy oltárt is, földészítették ezt a hosszú-hosszú utat. Én tudom, hiszen tapasztalom, az Isten mindezekért megfizet nekünk, mindannyiunknak. Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, legyen orvosságunk a jelenben és a jövőben. Krisztus, ami Urunk, Köszönöm.
Szent Lélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk mindörökként. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És kiáltásunk jusson elénk. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk Istenünk a tényvallat nélkül. S jóságot kincselőtelen. Ajándékozott a fősérdeket. Jóságod mindenkor érjük, hogy teljesítsd a kérő fogadságát. Ne hagyd el őket, hanem add meg magyarokat a hitet. Krisztus, ami úrunkban. Amen. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen. Szerintem